Üdvözöllek benneteket! Szeretnék bemutatni egy programot nektek, amit én használok a tutoriál képeimhez, hogy rátegyem a szignót. Egy pillanat. Az a neve, hogy Fast Stone. Ennyit bejössz a Google-ba, és itt is van, és itt van, hogy domlád, rámész, és itt az exéje, erre mész rá, letöltöd, utána erre a zöldre, persze ez még másra is jó, képekre is jó, csak én most én erre használom. Szerintem a képek méretezésére, stb. Ezekre mind jók. Igen. Itt van, így néz ki az ikonja. És rákattintasz kétszer. Igen. Next, Libre, Install, és Finish. Most ez már nekünk nem kell, meg ősekkel. Megyünk az asztalunkra, megkeressük az ikonját. Itt van, ő az. És ez ő az exéje neki, és itt az ikonja, ez a szem. Erre kell rámenned kétszer. Ugye lehet angol is, magyar is. Ugye megnézem, hol lehet átállítani, ha netán magyar valaki, vagyis angol valaki. Igen, itt a beállításoknál, itt a nyelvnél, igen, itt keres meg a... neked megfelelő nyelvet. Na most, akkor menjünk az eszközökbe. Kötegelt konvertálás és átméretezés. És rákattintasz a pöttyökre, és megkeresed a képeket, amire rá szeretnéd tenni a szignódat. Most én a tutoriálomból nézek képet. Hát nem tudom, hogy melyik van úgy megírva. Igen, szignós képek. Most le a kéz és behívja. Mindjárt egy pillanat, itt lehet állítani, hogy lehessen látni. Igen, itt vannak 1, 2, 3, 4, most 4 van. De körülbelül egy tutoriálban sok több is szokott lenni. És ki van jelölve. És hozzáadod. Itt van a 4 kép. Itt az output mappánál kiválasztod a neked megfelelőt. Helyett, hogy hova tegyes szignos képeidet. Én általában leszoktam tenni a tutoriál mappáimba, most ezt ide az asztalra teszem, és ráírom, hogy szignos. És le a kézom, és itt is van. Itt van egy olyan, hogy bepipálod, és további beállítások. Most behívhatod a vízjeledet. Itt olyan van, hogy vízjel, átméretez, például rákattint az átméretezre, 640x400-as, de itt vannak szabványosak is, ezt leúszhatod, amelyek neked megfelel. Most menjünk a vízjeleshez, nekem azt kell, és lehúzom, és megkeresem ugye a vízjelemet, nekem már ugye itt van ez a kis pillangós, lehet állítani persze a méretén is, még hogy alul jobbra,
fent balra, nekem itt sarokba jó lesz, jobb alsó sarokba. Lehet rá tenni egy árnyékot, még nem teszek rá, hátteret be lehet pipálni, kerekített, átszetszős legyen, ugye. És akkor itt leokézzük. Na most, akkor itt konvertálunk, rámegyünk erre kis konvertra, és most le is konvertálta. Most ez egy 4 darab képről van szó, és akkor a kék szelem már nem kell nekem, és ide megnézzük, és íme itt van. Itt van. Egy másik képemen is, a harmadikon is, és a negyediken is. Persze döntsétek el ki, hogy hova tegye a szignotokat, és milyen nagyságú legyen. Ennyit szerettem volna megmutatni nektek. Köszönöm figyelmeteket. Sziasztok!